Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt biztos úr, tisztelt munkatársak, tisztelt szószólók. A Mi Hazánk mozgalom vezérszónokaként én egy teljesen más aspektusból megfogalmazott kritikát fogok megfogalmazni a beszámolóval kapcsolatban. Nagy hiányossága a beszámolónk, és talán ez a legerősebb kritikai észrevételem, hogy a kor, a jelenkor számos kihívására nem válaszol, úgy tesz, mintha ezek a kihívások nem is léteznének, vagy ezek a fontos társadalmi jelenségek, nem foglalkozik a COVID nevű világprojekt utóhatásaival, ezekre mindjárt részletesebben is ki fog térni. Tehát kellő tisztelettel azt kell mondanom biztos úr, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem egy filmet nézünk. Nem ugyanazt a filmet nézzük. És akkor a teljesség igényi nélkül hadsoljak fel néhány ilyen fejezetpontot. Iskolai erőszak kérdése a sértettek védelme oldaláról, és a nagyon érzékeny társadalmi kérdés az integráció-szegregáció problémaköre. Aztán, amiről senki nem beszélt az elmúlt lassan két órában, a végrehajtó maffia által kilakoltatások keretében utcára tett emberek jogvédelme. Covid problémakör, migrációs válság, rendeleti kormányzás, amely mondjuk a demokráciát vagy a jogállamot egyik legnagyobb mértékben sértő közjogi vagy jogalkotás jelenség, pontosan visszaélésszerűen gyakorol a kétharmados kormányzat. És a legvégén majd fogok az ön vagy az önök szíves figyelmébe ajánlani olyan aktuális kérdéseket, amelyeket remélem, hogy a 2023-as évről szóló beszámolóban már érinteni fognak, és ott viszont látunk. Kezdjük először az iskolai erőszak kérdéskörével, hiszen ez az ország egyre több iskolájában, általános iskolájában is létező jelenség, és már nem csak az észak-keleti megyékre, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád vármegyére jellemző, hanem kevesebb az olyan vármegye, ahol nem ütötte a fele fejét ez a probléma. És anélkül, hogy itt túlzások bestejék, vagy támadási felületet adnék, akár még oldalról érkező támadásokkal kapcsolatban, el kell azt mondani, hogy nem kizárólag, de jellemzően jól körülírható szociokulturális sajátosságokkal rendelkező közegből kerülnek azok a gyermekek, akik egyrészt egyre nagyobb mértékben és egyre gyakrabban terrorizálják a pedagógusokat, akik gyakorlatilag teljesen eszköztelenek, ezzel kapcsolatban sem hallottunk javaslatokat, hogy hogyan lehetne egy klasszikus konzervatív irányban, vagy megközelítésből visszaadni azokat a jogköröket a pedagógusok kezébe, amelyekkel rendet tudnának tartani. És egyébként itt nem csak a pedagógusok oktatási képességeinek már mondhatnám amerikai mintájú jelentős rombolásáról van szó, hanem a sértettek, a fizikailag gyengébbek testépségének, egészségének, életének a védelméről. És kapaszkodjanak meg tisztelt képviselőtársai, vitatkozhatunk mi jobbról, balról, radikális, konzervatív, liberális, bármilyen irányból az integrációról és a szegregációról, hogy melyik a jó, melyik a rossz, mikor, melyiket kellene alkalmazni. Lehet itt a szegregációt egyfajta negatív vagy szélsőséges kifejezésként beállítani, csak az a helyzet, hogy mindegy, hogy mit beszélünk, akár ott a helyünkön ülve, akár itt a pulpituson, a szülők ezt a kérdést megoldják. Fejlem az önök szíves figyelmét arra, hogy az elmúlt legalább másfél évtizedben ez a kérdéskör megoldódott, hiszen azokból az iskolákból, általában államilag fenntartott iskolákból, ahol a rendszer szintűvé vált napi gyakoriságú iskolai erőszak miatt a szülők elviszik a gyermekeiket komoly idő és költségtöbbet ráfordítással, ott rendszerint azok maradnak, akiktől nem lehet tanítani, akiktől szenvednek a pedagógusok, és szenvednek a sértett gyermekek is, és kialakulnak tömszerűen, fogalmazunk meg nyíltan, a magyar iskolák, és a legnagyobb hazai kisebbség, főleg a legnagyobb hazai kisebbség gyermekei által fémjelzett iskolák. Lehet ezt valami fajta szélsőséges véleményként beállítani, de inkább először próbálják megcáfolni. A saját választókerületemet, a Máté szak, a székhelyi választókerületét is, ha megnézem, ezek a tömbösödések már szinte végbe mentek, becsontosodtak, kikristályosodtak, általában egyházi fenntartású iskolákba viszik el azokat a gyermekeket, akik mint egy elmenekülnek, vagy akiket kimenekítenek a szüleik abból a közegből, ahol nem lehet tanítani.
Ezzel kapcsolatban egyetlen éles kritikát sem hallottunk, tisztelt biztos úrnak, hogy mit lehetne ezzel a kérdéssel kezdeni. Ön szerint, önök szerint, tisztelt képviselőtársaim, az a megoldás, hogy a sértettek meneküljenek? Hogy a sértettek szülei vállaljanak jelentős költségtöbletet? Általában olyan országrészekben, ahol az alapvető megélhetés szinte hónapra-hónapra alig biztosított. Vállaljanak rengeteg utazási költséget? Nehezítse ez a munkaköri kötelességek ellátását? Csak azért, mert a rendszer gyenge. Csak azért, mert a rendszer gyakorlatilag a legszélsőségesebb liberális módon megbénítja azokat a lehetőségeket, amelyek kerendetlen tettek az iskolákban. És ezt bágyat iskolaőri intézményen nem lehet megoldani. Politikai kommunikációs trükknek nagyon jó, csak a való életben, az iskolákban, a tantermekben, a mellékhelyiségekben nem oldja meg ezt a problémát. Nagyon kíváncsian vártam, hogy ezzel kapcsolatban legalább szóban kiegészítést tesz, sajnos nem történt meg. Aztán nevezünk egy teljesen másik problémakörre. A Covid nevű világprojekt, vagy a Covid őrület kapcsán lehetne azt mondani, hogy el lehetne annyival intézni, hogy a teljesen észszerűtlen, a józan paraszti észjárást abszolút nélkülöző, sokszor egymástak is homlokeinest ellentmondó tiltásokkal, korlátozásokkal, tilalmakkal, milyen módon tettek tönkre egyéni vállalkozásokat, gazdasági társaságokat, általában a vendéglátás, a turisztika területén, de akár egyébként más területeken, olykor hogy fordítottak szembe generációkat, a fiatalabbakat az idősekkel, ugye itt például a boltba vagy gyógyszertárba járásra gondolhatunk, és hogyan korlátozták az emberek alapvető szabadságjogait, a mozgás szabadságát, hogyan szabtak ki bírságokat azokra, akik önállóan, egyénileg több száz méteres távolságra a lakott környezettől vagy bármelyik embertársuktól elmentek futni. Tudnám példaként említeni az ülésvezető elnökasszonyt is, vagy egy másik frakciótársamat, aki több száz méterre minden emberi lélektől elment horgászni, és több tízezer forintos bírsággal sújtották, de ezek nem egyedül esetek. És nyilván itt nem az a leghangsúlyosabb, hogy a Mi Hazánk mozgalom valamelyik tisztségviselőjét vagy vezetőjét érték ezek a sérelmek, ezek sok más honfitársunkat érték. Ezekre lehet azt mondani, hogy hát ezek a 2020-as, meg a 2021-es évről szóló beszámolóban kaptak helyet, vagy nem kaptak helyet, vagy ott kellett volna erről beszélni. De van egy különösen kiemelt probléma, ez pedig az oltás terror, tisztelt biztos úr. Az oltásra kötelezés, az rendkívül széleskörű érintett munkavállalói kör, róluk se hallottunk egyetlen megveszekedett szót, egy gondolatot, egy mondatot sem. Én elhiszem, hogy egy világprojekttel szembe menni az rendkívül veszélyes, de én arra biztatom önt, hogy ne abból a szempontból vizsgálja a magyar ugart meg a mindennapokat, mint az a focista, aki leviszi a meccs végén a szögletzászlóhoz a labdát, ott elbabázik fel, és akkor eltelik az idő, lefújják a meccset, mindenki megy haza az öltözőbe. Vagy megy az öltözőbe, aztán majd haza. Hanem próbáljon ezekre a problémákra rávilágítani. Hát ez az emberek életét, egészségét, testépségét, a munkavállalás szabadságát, a vállalkozás szabadságát legsúlyosabban érintő kérdések közé tartozik. És arra a világszintű hazugságra, hogy azzal tömték az emberek fejét, azzal tépték az anyunkat 2020-ban és 2021-ben, nem igaz, tisztelt képviselőtársaim, hogy oltakozzunk. Vesszük magunkat alá egy globális szintű emberkísérletnek. Mert azt mondták, hogy csak az oltásban rejlik a megelőzés kulcsa. És a legerősebb érv, és a legaljasabb az volt, hogy főleg azért adassa be magának mindenki az oltást, vesse alá magát ennek az ember kísérletnek, mert az megakadályozza bizonyított módon, ezt hazudták, a fertőzés tovább terjedését. Aztán 2022 őszén, azért ez a igencsak belekarcol a 2022-es évben, a Pfizer egyik felső vezetője mondta azt, hogy még csak nem is tesztelték a Pfizer vakcinát, az egyik leggyakrabban használt vakcinát, arra, hogy egyáltalán alkalmas a fertőzés továbbadásának, továbbterjedésének megakadályozására. Nem azt várjuk az ombudsmantól, de még a magyar kormánytól se, hogy egyedüliként terelje be a Pfizert, de egyébként a Magyarországon elvégzett és beadott oltásokért a magyar joghatóság adta lehetőségek között, igenis be kellett volna perelni, érvényesíteni kellett volna jogos igényünket. Hány embert rúgtak ki? Egészségügyi dolgozókat, rendvédelmi dolgozókat, honvédségi dolgozókat, akik másként gondolkodtak,
Nem vetették alá magukat ennek az egésznek, és elvesztették a munkájukat. Évtizedes karrierek törtek derékba. Erről hallottunk, az ő jogvédelmükről hallottunk, egy árva szót sem tisztelt ombudsman úr. Aztán oly nagy hévvel beszél itt mindenki a környezetvédelemről. Önök is. Mi a helyzet az akkumulátorgyárak kérdésével? Ez egyébként hangsúlyosabban fog belevágni a 2023-as évről szóló beszámolóban, ezt elismerem, de ez már a tavalyi évben is terítékre került. Hogyan fogják elszennyezni a ivóvízkészletünket? Mennyiségileg, minőségileg milyen kockázatokat jelent ez? Milyen kockázatokat jelent ez az emberek egészségére? Ezzel kapcsolatban sem hallottunk semmit, egészen megdöbbentő. Erre mondtam azt az előbb, mikor elkezdtem a felszólalásomat, hogy mintha ezek a jelenkorra, a legújabb korra jellemző fontos ügyek nem is léteznének. Ön úgy tesz, vagy önök úgy tesztek, mintha erre ön is akarnának tudomást venni. Aztán ott van a migrációs válság kérdése. Ugye ez másik oldalról érinti a magyar emberek szubjektív biztonságérzetét, vagyonbiztonsághoz fűződő jogait, ha úgy tetszik a mozgásszabadságokat is, hogy itt abszolút nem akar a magyar állam az erőszak monopóliummal élve kellő erővel fellépni, és nagyon sok délalföldön élő magyar ember úgy érzi, hogy az állam megszűnt. Úgy érzi, hogy kezdünk elmenni egy Mad Max világ felé, és úgy érzi, hogy bár ő befizeti az adóit, a közterheket, teljesíti az állampolgári kötelezettségeit, de nem kap az államtól olyan szintű védelmet és biztonságot, amit joggal elvárhatna. Erről sem hallottunk egy árva szót sem. És ahol meg az állam visszaél az erőszak monopóliumával. Folyamatosan túlkap. Sok esetben egy végrehajtó maffiát támogatva, a kilakoltatások kérdésköréről beszélek, tisztelt ombudsman úr, ott valahogy szintén elfogynak az önök érvei, vagy becsukják a szemüket, homokba dugják a fejüket, vagy úgy tesznek, mintha ez nem is létezne. Hogy a legtöbbször a honfitársaink egyetlen komoly értékű vagyonát, vagy vagyonelemét, a lakásukat, vagy a családi házukat erősen megkérdőjelezhető körülmények között a megindított végrehajtás, eljárások végkifejleteként elveszik a fejük felől, és a legdurvább filmeket idéző módon rendőri erővel, sokszor szó szerint a földön húzzák őket, az emberi méltóság legmélyebb megalázásával, hiszen a jogban kiművelt, persze nem megfelelő irányba kiművelt végrehajtók ezt is megtehetik. Hát kell ettől ékesebb bizonyíték ennek a problémának a súlyosságára, mint hogy kormány szintű érintettje van annak a büntetőjárásnak, amely persze lehet mondani, hogy az ártatlanság véleményből kifolyólag, hogy még nem ért véget, de azért elég rendesen tetten érhetőek ebben is politikai szálak. Nagyon kényes kérdés, én elhiszem, hogy nem segíti elő a szakmai előmenetelt, és mondjuk a karrierépítésnek nem biztos, hogy ez a legjobb eszköze. Lehet, hogy ezért is ennyire túl óvatos ön, de ezekről nem beszélni egészen elképesztő. 2022. júniusában pár héttel az országgyűlési választások után 31 néhány moratóriumot meghosszabbított a kormányzat, az ingatlan árverési és kilakoltatási moratórium nem szerepelt köztük. Több tízezer eljárás indult meg. Betározva várták ezek az ügyek az érintetteket, a végrehajtó hiének már alig várták, hogy a lezsírosabb falatokra lecsaphassanak, ez valahogy nem érte el az ön és munkatársai inger küszöbét. Borzasztó hiányosság. És a rendeleti kormányzás kérdésköre is jóval többet érdemelne, mint néhány másodperc. Azért az jogászként is nehezen tudom minősíteni, hogy egy eleve gyakorlatilag teljhatalommal, kétharmados alkotmányozó többséggel bíró kormányzat folyamatosan extra plusz lehetőségek legfelső kategóriájaként folyamatosan visszaél, és beveti még a rendeleti kormányzás eszközét. Hát erre mondják, hogy hegyre, halmat, erdőbe, fát minek viszünk már. Visszaélésszerűen gyakorolja ezt a jogkörét a kormányzat, amikor már a kétharmados többség adta felhatalmazás is nagyon nyűgösnek, akár egy gyorsított vagy kivételes eljárásban végigvinni egy törvényjavaslatot, egyszerűbb egyik reggelről, vagy egyik estéről a másik reggelre előírni különböző olyan szabályokat, amelyek mondjuk a magyar embereknek nem csak a jogos érdekeit, hanem alapvető jogait is sok esetben sértik. És akkor hadd ajánljak, engedje meg nekem, hadd ajánljak nagy tisztelettel ezen kritikák megfogalmazása után két olyan területet,
amelyről ugyan elvártam volna Mi Hazánk mozgalom öntől, hogy már a 2022-es beszámolóban, is nem csak szótejt, hanem több oldalon keresztül taglalja, de akkor az a kérésünk és elvárásunk az önfelé, hogy jövő ilyenkor, a 2023-as évről szóló beszámolóban erről legyenek kedvesek készíteni részletes elemzést. Az egyik a készpénz használathoz fűződő jog, a másik pedig az, hogy a vendégmunkások beözönlése milyen módon sérti a magyar emberek megélhetéshez, munkavállaláshoz és szabad vállalkozáshoz fűződő érdekeit. Akkor is itt leszünk, és meg fogjuk kérdezni önt, és várjuk majd a válaszait, mint ahogy ezekre a felvetésekre is várjuk a válaszokat. Az előbb részletesen felsorolt indokok miatt a Mi Hazánk mozgalom ezt a beszámolót ebben a formában nem tudja elfogadni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!